Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött Nagybatú Jonatán. Ez a világnézet, a mai vendégünk pedig Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója, korábbi Beregszászi főkonzul, illetve korábbi Moldovai nagykövet. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. A mai témánk pedig Moldova lesz. A nemzetközileg el is, nem elismert nyesztermenti Moldovai Köztársaság pár napon belül várhatóan kérni fogja felvételét az Orosz Föderációba, írta több moldavai lap még február végén, kiegészítve azzal, hogy Moszkva a Nyesztermenti Köztársaságon keresztül szeretné meghódítani Moldovát. Ez egy valós forgatókönyv és egy valós fenyegetettség Moldova irányába? Hát, hogy az utóbbi időszak eseményeit látjuk a kelet-európai térségben, igen sok forgatókönyv létezett és létezhetett, és jelen pillanatban is feltehetőleg ezek a forgatókönyvek ott vannak különböző kancelláriák fiókjaiban. Ugyanígy Moldova esetében is különböző forgatókönyvekről beszélhetünk. A főszerkesztő úr által említett támogatáskérés vagy felvételkérés. Az tulajdonképpen egy örökzöld téma Moldovában, ö, ilyen ö, hírek fölreppennek négy-öt-hat alkalommal is évente. Nyeszteren túl, Nyeszter melléki, senki által el nem ismert szeparatista ö, úgynevezett köztársaság, a kapcsolatban, köztársaság részéről. A szeparatisták többször kérték Oroszország támogatását. A terület annak idején 1992-ben oly módon jött létre, hogy a függetlenné váló Szovjetunióból kiváló Moldova, Moldova köztársaság, területén egy regionális háború, illetve egy polgárháború alakult ki. Ennek során a Gyeszter mellék Kinyilvánította a úgynevezett függetlenségét. Emögött az Orosz Föderáció támogatása állt, az Orosz 14. hadsereg, illetve mostanra a 14. keret hadsereg tiszti állományának egy része állomásozik ezen a területen. 92 óta de facto ez a terület nincs a Moldovai kormány fennhatósága alatt, de júre nemzetközi jogi szempontból moda a köztársaság részét képezi ma is. Többször fölmerült ilyen forgatókönyv, kérték fölvételüket a Nyeszteren túliak az Orosz Föderációba. Oroszország részéről ez nem talált meghallgatásra. Jelen pillanatban sem ez volt a helyzet, a támogatás kérést nyilván meghallgatják Moszkvában, de hogy eddig is támogatták ezt a szeparatista területet. Ugyanakkor nincs szó az egyesülésükről, felvételükről Oroszországban. Itt elég sok forgatókönyv látott napvilágot, különböző provokációknak a veszélye merült föl. A provokáció veszély az sajnos valós, Hát tényleg nem kizárható bármelyik oldalról valamilyen meggondolatlan lépés, vagy valamelyik társadalmi csoportnak valamilyen esetleg egy külső hatalom által befolyásolt konfliktusos kezdeményezése. Ilyen veszély van. Módban a köztársaság magában ezt a könnyen provokálhatóság veszélyét magában rejti sajnos. Hát ez egy nemzetközi veszélyforrás a térségben. Több irányból is Moldova egyfajta hát alárendelt szerepet játszik különböző nemzetközi erők befolyásának, illetve szomszédok befolyásának. Emiatt Moldova sajnos szintere lehet egy, egyfajta provokációnak. Nagyjából 4-5 századéknyi orosz kisebbség él Moldova területén. Ukrajna esetében láttuk, hogy 2014-től azért volt egy leszámolás az orosz kisebbségeket, többek közt azért, mert szerettek volna egy független államot, és utána pedig az oroszokhoz csatlakozni. Ön szerint Moldovában elképzelhető egy ilyen forgatókönyv, vagy a moldovai kormány képes jó kezelni a kisebbségeket? <hül> Ismeretes, hogy Moldova egy több nemzetiségű, multikulturális ország, több nemzet, több vallási felekezet él, van jelen a területén. A multikulturalitás, a több nemzetiség megnyilvánul egyrészt az orosz, illetve a román nyelv, vagy ha úgy tetszik, moldovai nyelv, bár az alkotmány kiegészítése szerint 2013 óta a moldovai helyett a román nyelv a hivatalos nyelv az országban. A, tehát a két nyelv egy, egy idejű együttélésében és használatában. Ugyanakkor több nemzeti kisebbség él Moldova területén, körülbelül a lakosságnak egy harmada, több mint egy tartozik ezekhez a nemzeti kisebbségekhez. Oroszok, Ukránok, Lengyelek, Gagauzok, Bolgárok, Zsidók, Görögök, Azeriek, Belarusok és még más egyéb kisebbségek. Tehát ez egy nagyon tarka ország. Általában ugye 30 valahány éves fennállása óta a módon a köztársaságot egyfajta nemzeti vallási tolerancia jellemezte, ami tulajdonképpen példaértékű a térségben. Ebben az országban található, talán, talán Kelet-Európa egyetlen alkotmányban rögzített, hivatalosan létező etnikai, politikai és területi autonómiája, ez a Gagauz autonómia, amely egy ténylegesen működő, különleges státuszú, autonómiával rendelkező nemzetiségi terület, és ennek megfelelően még más nemzetiségek is a hát, nemzetiségi jogok, nemzeti kisebbségi jogok különböző változataival rendelkeznek. Ez tulajdonképpen egyfajta modell arra, hogy hogyan tud együtt élni egymás mellett több különböző nemzeti kisebbség, illetve vallás, ha bár mondjuk a lakosság legnagyobb része az az ortodox vallásnak a híve, ugyanúgy az oroszok, ukránok és a moldovaiak is, románok is természetesen. Tehát ez egy színes, multikulturális ország. Milyen tekintetben hasonlítható össze egyébként Moldova és Ukrajna, hiszen mindketten egy korábbi tag köztársaságok, és mindketten most elég ö, kielezett helyzetben vannak. Bizonyos szempontból mindkét ország osztozik a Volt-Szovjet térség, Volt-Szovjet köztársaságokra jellemző történelmi gazdasági fejlődés és meghatározottság sorsában, így ö, ö, egyfajta gazdasági ö, hát hátrányjal, lemaradottsággal rendelkeznek Európa többi részéhez képest, illetve más ennél fejlettebb volt szovjet köztársaságok, a már az Európai Unió és a NATO tagjává vált balti köztársaságok vonatkozásában. Mint tudjuk, hosszú ideig Moldova volt a statisztika szerint Európa legszegényebb országa. Az ukrajnai háború óta ez az erőssorlend megfordult, és Ukrajna vált sajnálatos módon a legszegényebb, statisztikailag legszegényebb országgá. Moldova csak a második helyet foglalja el ebben a listában. A háború, a 2014 óta velünk együtt élő helyzet, Ukrajnának ez a háborús befolyásoltsága, a területvesztés az Orosz Föderáció részéről, bekövetkezett ukrán területvesztés, a különböző gazdasági folyamatok, amelyek ezzel állnak összefüggésben, ugyanakkor Moldovát nem sújtották, tehát Moldova nem lett tárgya egy háborús konfliktusnak, ezért Moldovának a fejlődési helyzete, fejlődési folyamata kedvezőbb módon alakult 2014 óta. Egy, egyfajta felzárkózás figyelhető meg az Európai Unió felé tett lépések, a társulási szerződés aláírása, tulajdonképpen a gazdasági együttműködés irányába, az integráció megalapozása irányába, tehát lépések következtében jó irányba fejlődött. Tehát Moldova egyfajta fejlődési pályára állt, nyilván ezt a 2022-ben kitölt orosz-ukrán háború, ugyanúgy, ahogy a térség és egész térségünk más országai esetében is elég élesen befolyásolta. Bizonyos visszaesés következett be, ugyanakkor megmaradt az irány, a vektor, az Európai Unió irányában jelen pillanatban arról van szó, hogy a 2000, 2023. december óta az Európai Unió döntést hozott a tárgyalási folyamat megkezdéséről, az integrációs tárgyalások megkezdéséről Moldova és Ukrajna vonatkozásában, és a moldovai politikai közbeszéd jelenleg azt sürgeti, azt szorgalmazza, hogy még az idei évben, a 2024. novemberében esedékes államelnök választás előtt megkezdődjenek ténylegesen is az integrációs tárgyalások az Európai Unió és Moldova között. Ezen kívül pedig szó van arról, hogy létrejön egy tényleges, mindenre kiterjedő vámmentes együttműködés, tehát egy, tulajdonképpen egy vámszabad területi részévé válik az Európai Unióval Moldova köztársaság, ami egy nagyon nagy előrelépés lenne, rendkívül jó és pozitív módon befolyásolná a két oldalú gazdasági együttműködéseket a térségbe beleértve Magyarországét Moldovával. Itt szót kell ejteni természetesen a Románia szerepéről, amelyik egyfajta vezető, európai uniós közvetítői szerepet játszik az országba. Egy minden területre kiterjedő rendkívül módszeres integrációs folyamat zajlik a két ország között gazdasági, szempontból, kulturális szempontból. A Bukaresben úgy szokás ezt mondani, hogy egy közös román kulturális térség, ugye román értelmezésben egy, tehát egy közös történelem, közös nyelv, közös kultúra köti össze a két országot. Beindult egy rendkívül komoly infrastrukturális összekapcsolás, fejlődés, ami fontos, hiszen Moldovát ténylegesen össze kell kötni Európával, az Európai Unió térségével, közlekedési szempontból, utak, közutak, vasút, légiközlekedés szempontjából. Itt egy négy új ö, híd fölépítése van tervbevéve, illetve már folyamatban a Prut folyón, amely összeköti Romániát és Moldovát. Új vasút ö, hálózat folyik ö, immár Moldovában és ezen kívül energetikai együttműködés is rendkívül jelentős. Ez tulajdonképpen Moldova gazdasági fejlődésének az egyik legsúlyosabb, leggyengébb pontja, amely korábban teljes mértékben az oroszországi energia földgázszállításokra volt ráutalva, illetve nagy részben az ukrajnai elektromos áram importra. Ugye ez most változik, hiszen egy új, jelentős, magas feszültségű áll kiépítés a Latrovánia és Moldova között, és ezen kívül pedig a földgáz infrastruktúra is megújul. A Balkán irányából új földgázvezetékek kiépítése zajlik, illetve az utóbbi években megtörtént egy, egy új román-moldovai földgáz interkonnektor kiépítése, amelynek jelen pillanatban folyik az elosztó hálózatának a létrehozása Moldova köztársaságon belül. Hát rendkívül fontos fejlődési lépések zajlanak. Ehhez társul Moldova a kiváló gazdasági adottsága a mezőgazdaság szempontjából, hiszen Moldova a világ hetedik legnagyobb dió exportőre többek között, egy rendkívül komoly kertgazdálkodással rendelkező zöldséggyümölcs termeléssel rendelkező ország. A világ egyik első számú szőlő, illetve bor termelője, kiválóak a moldovai borok. Az ország rendkívüli, rendkívül kedvező földrajzi fekvése eredményezi azt, hogy tulajdonképpen egy 50-100-150 kilométeres tengeri közelség egy, hát egy hamisítatlan, kiváló félmediterrán klímát eredményez, ami a bor, gazdálkodás, bortermelés szempontjából elsőrendű, és ehhez a jó talajadottságok, illetve domborzati adottságok is járulnak, hiszen ez egy teljes mértékben egy dombos, dombvidékkel borított ország, ahol a szőlőtermelésre kiválóak a feltételek. Hogy ez, ez a továbbiakban a gazdaság, a turizmus, kereskedelem, a turizmus fellendítése szempontjából rendkívül fontos lehet. Tehát jó adottságban rendelkezik, fejlődés pályán van Moldova. Mindenképpen az a, az érdekünk, hogy mi ezt támogassuk, az Európai Unió keleti-délkeleti -keleti kiterjesztését, természetesen a, a megfelelő hát feltételek és teljesítendő kritériumoknak a, a beváltásával, a teljesítésével, de Moldova jól halad ebből a szempontból. Ugye Moldovában is él egy elég jelentős magyar kisebbség, a csángók. Róluk mit érdemes tudni? Hát a sángók ö, elsősorban ö, romániai Moldovában élnek, ehhez tudni kell, hogy a Moldova, mint földrajzi és történelmi fogalom ketté válik. Moldova egy egyrészt történelmileg magában foglalta a tulajdonképpen a nagy Moldovát, a moldovai fejedelemséget, amelynek része a mai Moldova köztársaság, mint a keleti része ennek a területnek. Bizonyos egyéb területek, tehát a Duna-deltától Moldováig és Ogyesszáig terjedő úgynevezett budzsáki terület, az ogyesszai területek Ukrajnának, ez valamikor része volt ennek a történelmi moldovai fejedelemségnek, illetve északon is az észak-bukovinai Hertai Hotini részek is ennek a részét képezték, ez ugyancsak Ukránász tartozik jelenleg, illetve a romániai Moldova, az pedig a Románia tulajdonképpen északkeleti megyéi, keleti, keleti északkeleti megyéi, amelyeknek ugye ias a történelmi, Jasi a történelmi központja, tehát ebben a romániai, jelenlegi romániai Moldovában élnek, éltek a csángó magyarok, több romániai megyében is, elsősorban Bákó, Nyámc megyében, de ugyanúgy megtalálhatóak Szucsávában, Jásban, Botosányban is a mai Moldova köztársaság területén egy arhaikus régebbi magyar népesség lakott, ez tulajdonképpen még a honfoglaló magyarok által hátrahagyott őr feladatokat ellátó folyam, folyami őr, a Prut, egyrészt a Prut folyón, másrészt attól keletebbre, a mai Moldova köztársaság és Ukrajna határán a Nyeszter folyónak a partvidékén élő egykori arhaikus magyar őseink, akik már a nagy részt hát beolvadtak, illetve távoli leszármazottai tulajdonképpen az egykori magyaroknak. Van olyan temető a folyónak a partvidékén, amely, amelynek a sírkövei tartalmaznak arhaikus magyar névfeliratokat. Ez egy nagyon érdekes néprajzilag, történetileg kutatható és kutatandó terület, amelyek a feltárása csak az utóbbi 20 évben indult meg, a modern történettudomány, hogy így fogalmazzak segítségével, a mai Moldova területén már nincs ténylegesen statisztikailag olyan nemzeti kisebbség, amelyik magyarnak vallaná magát. Ugyan tekint egyébként magára Moldova, inkább nyugati, vagy inkább keleti országnak tartja magát? Moldova egy tipikusan a kultúrák, civilizációk találkozásánál tart a található ország, amelyikben ugyanúgy jelen van a nyugati kereszténység, nyugati kultúrától befolyásolt civilizációs fejlődés, annak megfelelő civilizációs tudat, mint ahogy a keleti ortodox részben. Szlább fejlődésnek a, a, a nyomai, lenyomatai is ugyanúgy történelmileg megtalálhatóak. Rendkívül értékes összessége a két kultúra találkozásának. Ez egy külön kulturális érték, hiszen ők közvetítő szerepet játszhatnak tulajdonképpen a nyugat és a, a kelet között. Ezért különösen érdekes a moldovai kultúra, különösen érdemes tanulmányozni. A művészetekben például jól láthatóan jelen van egy, egy nyugati, tulajdonképpen az új latin nyelvre, a román nyelvre alapozó nyugatias, európaias kultúra, kulturális felfogás. Ez például a képzőművészetben egyfajta impressionizmus, új impressionizmus megnyilvánulását jelenti, de ugyanúgy jelen van egy, egy konstans, tulajdonképpen egy metafizikus, keleti, szláv, realisztikus, iskola, ugyancsak a képzőművészetre utalva, tehát egy, egy kievi realista, vagy egy, vagy egy, egy moszkvai szentpétervári realista művészeti irány ugyanúgy jelen van, és ami ezt színesíti, egy bizánci, balkáni, mediterrán színes tulajdonképpen egy ilyen tenger melléki kultúra is része ennek a halmaznak. Még akár elmentünk a kaukázusig is, tehát olyan hatásokat rejt magában, amelyek akár, tehát egy örmény, azeri, fekete tenger partvidéki görög népességnek a kultúráját, művészeti, képzőművészeti, zenei tájékozódását jelenti. Nagyon színes kultúra, nem szabad természetesen a zsidó kultúrát kihagyni, hiszen Beszarábia egészében, ugye benne Moldova köztársaságban, ugye a zsidó közösség rendkívül fontos kulturális jelenléttel rendelkezett, rendelkezik ma is. Tehát például érdemes azt megegyezni, hogy Kisinyó városában 1944-45, tehát a holokausznak a legvéresebb időszaka előtt még 77 zsinagóga volt. Ugye, amely foglalkozási ágak szerint tagolódott. Ugye ebből már a kevés maradt meg, de ugyanakkor egy nagyon komoly délkelet európai kulturális központ található, zsidó kulturális központ található ma is Kisinyokban, ez a KEDEM központ. Hát a zsidó közösség is rendkívül fontos színfoltot jelent a mai napig Moldova kulturális palettáján. Sőt, egyfajta találkozó pontot is jelent, hiszen a kaukázusi, a kelet-oroszországi, a baltikumi zsidó közösségeknek is egyfajta találkozási pontja Moldova, és ugyanúgy jelen vannak az Izraelbe elvándorolt zsidó közösségek, akik rendszeres kapcsolatot tartanak és visszajárnak Moldovába. Hol vált egyébként ketté a moldovai köztársaság és Románia történet? Ugye sokáig egy országot képeztek, vagy legalábbis egy tömbbe tartoztak. Mi volt annak azok, hogy ők ketté váltak, és mikor egyesülhetnek újra. Ez egy rendkívül érdekes folyamat a kelet európai idéket európai történelemnek. Hogy hogyan jött létre egy nemzet, mennyire határozható meg egy nemzetként, egy népesség vagy több országnak egy bizonyos nemzetisége. Ez egy érdekes történelmi kérdés. A kiinduló pont az a két fejedelemség időszaka, Moldova és Havasalföld. A, a 14. század, amikor ezek a fejedelemségek kirajzolódtak, megerősödtek, és egy hosszú történelmi folyamat eredményeként a török ellenes háborúk harcaiban orientálódva különböző szövetséges országoknak az oldalán, Oroszország később lépett bele ebbe a képbe, de vegyük a lengyel királyságot, a magyar királyságot, mint komoly szövetségeseket, illetve a délkeleti irányból támadó oszmán-török birodalomnak a befolyását, mely utóbbinak adófizetőivé vált ugye a két moldovai fejedelemség és a későbbiekben a, ezt a török hódítást, az oszmán-török birodalom terjeszkedését megállító, illetve visszafordító kelet-európai háborúk idején, Ugye ezek a fejedelemségek tulajdonképpen egy, egyfajta állandó tájékozódásra, orientációra kényszerültek, és a háború folyamán került sor ugye arra a jelentős területi változásra az 1812-es orosz-török béke kötést követően, hogy a területnek a keleti, észak-keleti része, a moldovai fejedelemség nagyobbik része az, az orosz, orosz, orosz birodalomnak a részévé vált. Ez egy körülbelül egy száz éves, több mint száz éves időperiódust foglalt magába, miközben Románia kialakult tulajdonképpen a mai formájában létrejött a modern Románia, a két fejedelemség egyesítése egyesülése következtében 1866-ban. Ezt követően az első világháború után sikerült román részről megszerezni, vagy visszaszerezni, úgymond a. 19. században az orosz birodalom részét képező Moldovát. Ekkor alakult ki az úgynevezett Nagy Románia. 1918 évelején került sor erre a román-moldovai egyesítésre, amely fönnállt egészen a két világháború közötti periódus végéig, illetve a második világháborúban, második világháború eredményeképpen az oroszországi útudjaként annak örökébe lépő Szovjetunió megszerezte a területet. Ugye a két világháború közötti időszakban ezt a gyesztermeléki Dneszter szeparatista terület miatt érdemes megjegyezni. Oroszország, Szovjet Oroszország, illetve a Szovjetunió létrehozta a, a Moldovai Autonóm Köztársaságot, ez ugye a Tiraspol központa, ezt eredetileg ugye Ukrajna területéből hasították ki, hozták létre. Azzal a politikai célral és számítással, hogy legyen egy hivatkozási alap, legyen egy saját úgynevezett idézőjelben szovjet területen lévő, szovjet birtokban lévő moldovai entitás, amelyhez később hozzá lehet társítani a továbbiakban szovjet részről megszerezni remélt Moldovát, Moldova Köztársaságot, amire sor is került 44-45-ben, tehát akkor a Szovjetunió része lett a mai Moldova Köztársaság néven ismert állam. Az, hogy a továbbiakban milyen perspektívával számolhatunk lesz -e egyesítés vagy újraegyesítés, ez természetesen egy izgalmas kérdés. A történelemben nehéz előre előrejósolni, úgyhogy nem tennék erre kísérletet jelen pillanatban sem. Nagyon sokan állították és állítják, hogy ez a természetes útja a fejlődésnek, Természetesen tehát román részről mindenképpen egy egyfajta közös történelemmel, közös nyelvvel, közös román kulturális térséggel számolnak. Számos jele van az integrációnak a két ország között. Ugyanakkor Moldovában jelen van egy szuverenitáspárti, önálló Moldova és államiságpárti politikai irányzat, illetve a lakosságnak a túlnyomó többsége az önálló Moldovai államot, az államiságot támogatja. Ugye ennek az aránya természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy lecsökkent az utóbbi 11 néhány évben. Egy 2, 3, 4, 5, 12 százalékos támogatottságról, a úgynevezett egyesítésnek a tulajdonképpen ilyen 2, 3, 4, 12 os támogatottságáról, ami a 2000-es években volt jellemző. A mai adatok szerint, legalábbis a felmérések ezt mutatják, hogy ez a támogatottság elmozdult egy olyan körülbelül egyharmados, 30%-os vagy azon fölüli irányba. A többség az jelen pillanatban is önálló Moldovát támogat. Valószínűleg a helyes álláspont az, hogyha azt mondjuk, hogy mindenhol az embereknek maguknak kell azt eldönteniük, hogy hogyan határozzák meg magukat, hogyan nevezik a saját nemzeti identitásukat hogyan hívják a nyelvi identitásukat, milyen nyelvet beszélnek, román nyelvet vagy moldovai nyelvet, illetve azt, hogy egy ország vagy egy nemzeti közösség hogyan akarja a jövőjét meghatározni, milyen módon akar rendelkezni, milyen identitást képzel el magának nemzeti, de állami szempontból is. Ez talán a legkevesebb döntés, ha azt mondjuk, hogy ez mindenkinek a saját ügye kell legyen. Talán egy demokratikus szemlélet a legcélra vezetőbb ebből a szempontból. Természetesen fontos a stabilitás, hogy ne kerüljön sor konfliktusokra, ne legyenek háborúk, tehát békésen fejlődjön a térség, az abban élő népek és népcsoportok. Bízzuk a moldovaiakra. Úgyhogy én nem bocsátkoznék jóslásokba ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen módon, hogyan fog kinézni a az önálló államiság vagy az entitás lehatárolásának a kérdése. Mi támogatjuk az önálló, szuverén, területileg integráns, független módon a köztársaságot. Magyar részről abban vagyunk érdekeltek, hogy ez minél jobban, minél eredményesebben fejlődjön gazdaságilag, felzárkózzon a terület Európához, az Európai Unióhoz, és minél hamarabb elkezdődjenek a tárgyalások, minél Hát, történelmi léptékben minél gyorsabban részévé váljon az Európai Uniónak. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy e, Moldova kvázi tehát tagjelölti státuszt kapott az Európai Uniótól, hogy ön is említette. Ön hogy látja, mi gátolja és mi ösztönzi Moldovának az EU-tagságát? A lakosságnak az akarata egyértelmű, szeretnének minél jobban élni az emberek. Tudni kell Moldováról, hogy a rendkívül rossz kiindulási alapok, ugye a 1991-92-es függetlenné válás óta viszonylag hát, rossz feltételrendszerekkel, rossz örökséggel, a szovjet korszak hátrányos örökségével indult ez az ország. Az életszínvonal nagyon alacsony, szinteken található a moldovai emberek a munkanélküliség elől a gazdasági szerkezet, termelési szerkezet leépülése okozta problémák elől nagyon nagy arányban választják a külföldi munkavállalást. Ismeretes, hogy Nyugat-Európában, főleg Olaszországban, de a, tehát Spanyolország, Portugália, Franciaország, területén is viszonylag nagy moldovai tömegek dolgoznak állandó vendégmunkásként. Több milliós ember tömegről van szó, csak Olaszországban félmillió millió moldovai vendégmunkás dolgozik természetesen Romániából is ugye ezekben a új latin nyelvi országokban nagyon komoly mennyiségű munkavállaló ment, ugye Románia esetében 4-5 milliós nagyságrendről beszéltünk, ugye Moldova esetében ez Olaszországnál egy olyan fél millió. illetve van egy másik irány, a döntően orosz nyelvi, orosz kultúrájú, orosz kultúrás beágyazottságú emberek Olaszországba mennek nagy rész dolgozni, tehát ott is egy körülbelül egy félmillió, millió, egymillió egy millió közötti munkavállaló dolgozik hivatalos, vagy nem hivatalos, akár fekete munkavállalóként is nagyon sokan vannak. Tehát kimenekült az ország jelentős része, az ország lakosságának jelentős része vendégmunkásként dolgozni. Ez mutatja azt, hogy azért a súlypont, mivel a milliónál nagyobb azoknak a száma mennyisége, akik Nyugat-Európába mentek, a vektor, mégis az erősebb vektor, hogy így fogalmazzak a lakosság kívánsága szerint, az Nyugat-Európába irányul. Ez tulajdonképpen egy döntés is, tehát ők ahhoz a gazdasági szinthez, életszínvonalhoz, integráltsághoz, gazdasági hatékonysághoz szeretnének tartozni, ami Nyugat-Európát, az Európai Uniót jellemzi. A lakosság nagyon jelentős része támogatja az Európai Uniós közeledést és integrációt mindenképpen a jó létre szeretnének, a fejlődésre szeretnének szavazni az emberek. Az idei évben sor fog kerülni minden valószínűség szerint egy európai integrációs népszavazásra. Itt ugye a jelenlegi államelnök, Maja Sandu államelnök asszony kezdeményezése alapján a novemberben esedékes elnökválasztásra párhuzamosan rendeznének meg. Itt uh, körülbelül borítékolható a lakosság nagyobbik részének a, az opciója, ami az Európai Unió főleg oda uh, irányulnának. Természetesen azzal együtt, hogy uh, nem lenne szabad elvágni, felszámolni automatikusan a keleti együttműködéshez fűződő szálakat. Tehát itt azért Oroszország gazdasági befolyása a mai napig uh, elég jelentős, illetve a, a volt uh, szovjet uh, köztársaságokkal való együttműködés rendkívüli módon jelentős, ugye itt éppen egy felül, felívelő időszakát látjuk annak, hogy közép-ázsiai országokkal, a kaukázusi, kaukázuson túli köztársaságokkal milyen fontos az együttműködése Moldovának, nagyon komoly kazaksztán moldovai kapcsolatok jönnek létre, nagyon komoly beruházások vannak kazaksztán részéről a moldovai termelő, illetve infrastruktúrális közlekedési szektorba, Azerbajdzsán részéről energetikába, egyéb területeken. Tehát mindenképpen a keleti kapcsolatok, ez az úgynevezett konnektivitás, amit nagyon fontosnak tartunk ma hangsúlyozni a világban, és Magyarország gazdaságpolitikai, nemzetközi gazdaságpolitikai filozófiája is ezen alapul. A konnektivitás megőrzése és kihasználása nagyon fontos. Hát ugyanúgy föl kell tudni használni, kamatoztatni kell a keleti kapcsolatainkat, a hagyományos keleti partnerekkel a közeli, viszonylag közeli régióból, de ugyanúgy a távolabbi közép-ázsiai, sőt a távol-keleti régióból is, ezzel kiegészítve a nyugati kapcsolatokat. Moszkva ezt, Modova ezt próbálja jelen pillanatban ezt a konnektivitást apró pénzre váltani és megvalósítani. Nem egy könnyű feladat, de, de vannak olyan világgazdasági folyamatok, amelyek segítenek ebben, ebbe az irányba hatnak. Tehát mindenképpen az Európai Unió lenne a fő fejlődési vektor, melyhez Moldova csatlakozni kíván. Ezen kívül természetesen fontos lehet, és nyilvánvalóan fontos is lesz a keleti kapcsolatok megőrzése, visszaállítása, illetve továbbfejlesztése. Ez a sok látszik a moldovai gazdasági gondolkodásban. Mindenképpen ebben kell segítenünk Moldovát a továbbiakban. Ugye említette, hogy Moldova most már a Európa második legszegényebb ország, eddig első volt. Hogy él egy átlagos moldovai ember? Hát ahogy említettem, a moldovaiak nagyon nagy része dolgozik külföldön, tehát egy olyan három és fél millióból egy millió, több mint egy millió ember, másfél millió felteltőleg állandóan vagy majdnem állandó jelleggel külföldön vendégmunkásként dolgozik. Ennek megfelelően ugye a moldovai külföldön dolgozó vendégmunkásoknak az éves hazautalásai egy nagyon komoly gazdasági felhajtó erőt jelentenek a moldovai gazdaság, illetve akár a moldovai költségvetés szempontjából ami tulajdonképpen a belső keresletnek a fokozását jelenti állandó jelleggel. De a moldovaiak, mivel hogy döntően egy mezőgazdasági ország, tehát egy, egyfajta, ha szabad ezt a fogalmat használni, egy kisparaszti gazdálkodási és életszemlélettel rendelkeznek, mi nagyon fontos a a szőlészet, kertművelés, gyümölcszöldség termesztés. Egyre fontosabb lett és lesz a továbbiakban is feltettőleg az idegenforgalom, mivel hogy ezeket a kuriózumokat, ami tulajdonképpen a mezőgazdaságnak ezek a kiemelkedő ágazatai, a, ezeken a kiemelkedő ágazatain alapszanak, mint a bortermelés, a konyaktermelés például, amit ugyancsak élen járó Moldovában, ezeket kamatoztatni lehet az idegenforgalom szempontjából. Az utóbbi 10-15 évben egyébként rendkívül látványos idegenforgalmi központok épülnek, régi kastélyokat modernizálnak, tulajdonképpen egyfajta ilyen bor kulturális központok termő területeknek a központjai épülnek ki, Ahová egyre inkább érdemes látogatásokat szervezni külföldről, és ennek megfelelően a, a közúti infrastruktúra is jelentősen fejlődik, tanulni lehetünk annak, hogy ezt az infrastruktúrát az ország különböző részein döntően külföldi eszközökből és támogatásokból, de hatékonyan fejlesztik, sokkal egyszerűbb és könnyebb lesz most már eljutni a különböző területekre. Tehát lényegében, ha nem is villámgyorsan, de azért az utóbbi 10-15 évben láthatóan megújul és javul az életkörülményeknek ez a része, ami infrastruktúrára vonatkozik az embereknek a eljutását megkönnyíti az egyik ország részből a másikba, illetve külföldre. Moldova összeköttetése a külfölddel javul egyértelműen, tehát új autópálya építés van tervbevéve. Ugye Moldovában jelen pillanatban még nincs tulajdonképpen autópálya, valószínűleg az első autópálya az a Bukarest irányából a Keleti határt elérő ambival legusrennél belépő autópálya lesz, ugye ami Kisinyav felé irányul, de ugye ugyanúgy terve van véve Jasi irányából is közúti gyorsforgalmi összekötetés megépítése, ugye a vasúti szállítás, vasúti összeköttetés az jelen pillanatban is modernizálás alatt áll. A légi közlekedésben egyébként Moldovát összeköti tulajdonképpen több nagyon jelentős európai légi közlekedési központtal már jelen pillanatban légi Ez különösen fontos ez természetesen a moldovai vendégmunkásoknak az állandó oda-vissza szempontjából, de hogy Magyarországra utaljak, Magyarország és Moldova között létrejött már vizer összeköttetés, ami a tervek szerint március végén a továbbiakba visszafogálni, ugye ezt a háború visszavetette, gyakorlatilag a légtér ellenőrzésnek a problémái és a különböző berepülési veszélyek miatt ugye ezt megszüntették, megszakították, de reményeink szerint ez csak egy felfüggesztés volt, tehát gyakorlatilag most már arról van szó, hogy ezt a vizerőszeköttetést a az érintettek vissza fogják állítani. Tehát ebbe reménykedünk, ugye Moldova ilyen módon közvetlenül elérhetővé válik, elérhető marad Budapestről.